Összetört padok és korlátok az Abaúj-Szántói keresztúti stáció mellett. A koronavírus miatti korlátozások ellenére is ilyen bosszantó rongálással szembesültek az ott élők. A festői környezetben fekvő város egyik látványossága keresztút, amely szőlőültetvények mellett elhaladva vezet fel a hegytetőre. Az úton található stációkat, illetve pihenőhelyeket néhány fiatal rongálta meg pár héttel ezelőtt. A tettesek hamar előkerültek, és a szülők beleegyezésével megfelelő büntetést szabtak ki rájuk. Pár fiatal úgy gondolta, hogy ereje teljében a 8. stációig kidöntött az oszlopokat, korlátokat, kapaszkodókat, pihenőparokat tettek tönkre. Hosszasan mérlegeltünk, hogy fiatalkorú elkövetőkről van szó, hogy tegyünk-e meg rendőrség irányába lépéseket. Abban megállapodásba jutottunk a szülőkkel közösen, hogy ezek a fiatalok társadalmi munkába fognak segíteni a keresztút helyreállításában. Egyrészt a megrongált korlátok és pihenőparok helyreállításában fognak segítkezni, valamint pedig a keresztnél, fent a hegytetején a keresztnél szeretnénk egy pihenő részt kialakítani. Én úgy gondolom, hogy azért elég strapás, mert egy fél óra felgyalogolni, azért oda kell építőanyagot felhordani, ebbe azért közre fognak tudni működni. A keresztút megrongálása után a városban található közlekedési táblák estek áldozatul. Az okozott károkat végül helyreállították. A megelőzések érdekében a város vezetősége térfigyelő kamerarendszer kiépítését tervezi. Volt egy másik sajnálatos rongálás is a településen, ott is ittas fiatalkorúak döntöttek ki jelzőtáblákat, ennek a helyreállítását megtettük, itt pedig a szülőkkel még hátra van az egyeztetés, és annak függvényében dől el, hogy megteszik a rendőrségi feljelentést, vagy pedig nem. A kiépítendő kamerahálózat az egész települést le fogja fedni, és minden olyan útszakaszt, ahonnan egyrészt külső területekre, és a fontosabb csomópontok be lesznek kamerázva. Ezzel nem csak a rongálásnak igyekszünk elejét venni majd, hanem akár az illegális hulladéklerakásnak is. A város vezetői abban reménykednek, hogy a fiatalok tanulnak majd az esetből, a kamerákkal pedig a többi rendbontó kedvét szeretnék elvenni a közösségi tereken való szabályszegéstől.